A londoni borough market évtizedek óta nem volt olyan kihalt, mint manapság, aminek természetesen a koronavírus járvány az oka. Az ügyvezető igazgató azt mondja, évente általában 21,5 millió látogatójuk van, idén jó, ha 3 milliót elérik. A járvány hiába enyhült az utóbbi néhány hétben, jó időre recesszióba fordította a brit gazdaságot. A megszokott nyüzsgést London leghíresebb utcai piacán a csend váltotta fel, és a félelem, hogy fent tudnak-e maradni a kisebb üzletek és vállalkozások, mondja a helyszíni tudósítónk. Grilled lamb kebabs, grilled chicken, and you get 3 kubbas with it and a drink for 10 pounds. Többek közt ennek az iraki ételeket árusító boltnak is alig van bevétele. Sorban állni nem kell, csak néhány vevő van, ami bizonytalanságot szül. A tulajdonos azt mondja, nem tudja, mi lesz, ha újra munkába kell állítania a kényszer szabadságon lévő alkalmazottakat, akik bérének 80%-át most a kormány fizeti. 3 kilométerrel arrébb a Fair Share non-profit szervezet élelmiszer raktárában a normális 8-szorosára nőtt a kereslet. A szervezet fejlesztési menedzsere úgy látja, azért van így, mert a világjárvány következményeként sokan azok közül, akik amúgy sem éltek nagylábon, teljesen elszegényedtek. A júliusi adatok azt mutatják, hogy az Egyesült Királyságban 700 ezerrel kevesebb ember kap fizetést a korábbiakhoz képest. Egy vezető gazdasági elemző szerint lehet, hogy ez még csak a kezdet. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Kutatóintézet igazgató helyettese azt mondja, ha már a kormány nem adja majd a 80%-os támogatást, jelentősen nőhet a munkanélküliség, ami újabb csapás lesz a brit gazdaságra. Valószínűnek tartott forgatókönyv szerint a britek eddig csak ízelítőt kaptak, a világjárvány igazán komoly gazdasági hatásaival majd csak ezután kell szembenézniük.